Sziasztok, ez itt újra, és valószínűleg most már utoljára az Alone in the Dark. Az előző részben végre beléphettünk Jeremy Hartwood dolgozó szobájába, ahol egy furcsa mechanizmussal kinyitottuk a lefelé vezető csapóajtót. És ez azt jelenti, hogy végre valahára felfedezhetjük, hogy mi lappanghat a Der Seto ház alatti alagútrendszerben, azokban a furcsa járatokban, amikről már annyit olvashattunk. És itt valószínűleg nem akarunk leesni, mert ahogy látom, ez a szakadék eléggé mély. Szóval, irány előre. Tiszta Indiana Jones érzés. Természetesen leomlik mögöttünk a híd, mert miért is ne szakadna le deszkánként egyesével? Itt muszáj, hogy fussatok, különben leestek. És az ugye instant game over. Fölveszem a puskát azért, mert nem túl vendégszerető helynek tűnik ez. Igen, ezek egyértelműen azok a járatok, amikbe egy bejáratot már találtunk egyszer a pincéből, tudjátok, a hordók mögött. Akkor viszont volt itt egy nagy kukac. Emlegetett szamár, ugye? És ez a nagy kukac akkor az utunkat állta, és meg is próbált azonnal ránk mászni, amint meglátott minket, szóval az egyetlen esélyünk akkor még csak az volt, hogy meghátráljunk. Most viszont több lehetőségünk van. Először én megnézem, hogy mi van akkor, hogyha megpróbálok visszaszaladni. Csak fölkeltem a figyelmét, és visszaszaladok. Valószínűleg ez nem lesz jó. Még mindig nem vesz észre, már itt vagyok pedig a... Jaj! Oké, úgy tűnik, hogy ha visszafelé próbálunk haladni, akkor azonnal meghalunk. Pedig még nem is tűnt úgy, hogy hozzánk ért volna. De hogyha hozzánk ér, akár úgy tűnik, akár nem, akkor azonnal meghalunk. Ami nem is baj, igazából ebben reménykedtem. Mert újra meg akartam tekinteni ezt a játék vége jelenetet. Csak úgy emlékezett frissítésnek. Majd meglátjátok, hogy miért. Na, újra be kell tölteni ugye a mentésemet, de ez nem probléma, mert annak ellenére, hogy néhány perce megy a videó, jól elbeszéltem itt az időt, és alig haladtam valamit. Itt van 10 másodperc, és oda is érek, ahol voltam. Most egy kicsit másként álljunk a dologhoz, csak szaladjunk előre. Itt van egy szikla. Ez így nem jó. Fogjuk a puskánka. Ajaj. Ne csináld. Fogjuk a puskánk. És lőjük meg a zombi csirkét. Ó, te jó ég. Majdnem belelökött a kukacba. Tartsd a puskát, Kanbi! Ennyi? Ez nem ment túl jól, párszor sebződtem. Oké. Máshogy meg tudtam volna oldani ezt. Eléggé szűkek a járatok, szóval maximum itt tudtam volna kerülni, de az a baj, ezek a zombi csirkék eléggé nagyot ugranak. Jól meglettek mutálódva, ugye? És itt ásott egy járatot a kukac. Hogyha erre lefordultam, akkor nem igazán törődött velem. Ennek ellenére továbbra is kiröhög engem a bunkója. Ez itt micsoda? Te játék, ilyet én még sose láttam.
Oké, azt hiszem, hogy Amaszt a járatot is ugyanide ásta. Ezt most teszteljük. Valahova eltűnt. Eltűnt. Talán lezuhant a vízbe. Minden esetre az még biztos, hogy továbbra is él. Hogy azt a röfögése és nevetése mutatja. Ott van még mindig, mi a fene? Egy kicsit bugos a játék. Na se baj. Ó! Újabb akció, ugrás. Eddig sem láttunk még ilyet. Ó, hello! Uram. Ön ugye nem akar engem sebezni onnan? Ugye nem? Ugye nem tud ide fölnyúlni? Nézzük csak! És igen, majdnem eltalált. Hoppá! Jól átugrottam ide. Üdvözöljétek egyébként a béka embereket. Lovecraft novelláiból már sokat hallhattatok ezekről. Ezekkel nem igazán tudunk harcolni. Hogyha a vízbe ugrunk, akkor... Hello! Nézzétek már a dráma királydőt. Milyen módon... ereszkedett vissza a vízbe. Jaj, ne! Nem koptam kornvihusit, nem is fogsz. Na, szóval az a lényeg, hogy ott is volt egy olyan padlózat, ami leesett volna, hogyha rálépek, szóval azért ugrottam. És azért nem szeretnék a vízbe esni, mert akkor egyrészt az olajlámpásunk is elalszik, és használhatatlanná válik. Illetve a puskánk is, ugye a lőszereink vizesek lesznek. Viszont most én az utolsó két lőszerem el akarom használni erre a... akármire. Valami pókszerűség. Paf neki. Nem volt elég. Kérsz még egyet? Miért fogom rá már? Nincsen lőszerem. Kivéve, hogyha... most már a revolvert kell használnom. Azt azért nem szeretem, mert minthogyha egy kicsit lassabban célozna bele Kánbi. Hello? Mi ez a röpködő mini sárkány itt? Jaj, ne, célozni kell! Oké, egy találat. Legalább. És két találat. Le is zuhant. Reményeim szerint nem fogjuk őt követni. Hanem szépen előre tudunk jutni ezeken a platformokon, oszlopokon, de jó ég! Szerencsére megengedőbbek, mint amennyire tűnnek. És hogyha így ilyen apró oda-vissza mozgással beméritek, hogy tényleg egy vonalban vagytok-e a következő oszloppal, akkor nem túl nehéz ugrani. Talán kicsit balra? Így. Oké, rendben. Uff. És már csak egy ugrás maradt. Jó. Egyébként ott a vízben láthattatok még különféle egyéb járatokat. És igen, hogyha itt vízbe estek, akkor az nem instant halál. Szerencsére. Én most hol vagyok itt? Iszonyat bugos ez a játék. Ilyennel még nem találkoztam. Oké, ez... ez fúj. Mi történt a falba? A falba gyalogoltam, vagy mi? És nem tudok kijutni. Azt tudom, hogy speedrunnerek használnak bizonyos alkalmakkor olyan trükköket, hogy... direkt belesétálnak a falba, és úgy... átrohadnak a játék nagy részén. Hát igazán sajnálom, én ezt nem tudom megoldani.
Vissza az elejére. Hány perces a felvétel? 10 perces, oké. Legalább nem kell semmit se elmagyaráznom, hanem... Most már csak rohanni kell. Egy? Kettő. Kettő elég volt. Oké, és itt kéne egyszer látni a háttérben, ahogy a... kukac kiválja azt az utat. De aztán nem kéne, hogy megjelenjen külön. Látjátok, mi ez? Oké, ez még jobb, mint az előző. Valamerre jobbra halad, itt a levegőben lebeg, vagy valami. Jaj, ezt igazán jobban megoldhatták volna. Zsupsz! Csináljuk ugyanazt, mint az előbb, és most már mentek egyet. Ne! Jaj! Mit művelek? Jaj! A legprofibb játékmenetet láthatjátok, ami valaha létezett az örökké valóságban. Revolver. Paf. Paf. És harmadik paf már nincs. Na igen, a revolver az nagyon szuper tud lenni. Pedig a puska erősebbnek tűnik. És... Jó, megvárlak. Lehet, hogy nem is engem nevet ki, lehet, hogy fájnak a tagjai. Úgy értem, ekkora tömeget megmozgatni nem lehet egyszerű. Biztos minden este derék fájdalmai vannak szegénynek, amikor aludni próbál. Oké, játékmentése, nem betöltése. Jaj. Jó. Jó lesz ez, már érzem. Ó, tudjátok mit? Csak azért, mert mentettem, most bemutathatom ezt. A lámpa kialszik, elásztak a lőszerek, jaj de jó. És itt most... igen, vissza tudunk ugrani. A deszkákra, de én nem ezt akartam. Hanem fel akartam fedezni, hogy mi más van még itt a környéken. Ó, látom már. Figyeljétek, hogy... Merre fele tart a víz? Nem erre. Ó, ide is felugorhatok. Igen, bár sok értelmét nem látom. Oké, arra. Arra kell menni. Aha. Itt van egy titkos alagút. Hol ember megint előbújik. És én hol vagyok? Hol vagyok most? Megint nem látom magam. Ó, ott. Oké. Na igen, a kamera állások ebben a játékban nem a legjobbak. A Resident Evil és a Silent Hill is sokkal jobban csinálta ezt később. Na, szóval. Ezt megcsinálhatjátok, hogyha akarjátok. És egy csomó ellenfelet kikerültök, szóval igazából még az se baj, hogy a lőszereitek eláznak és nincsen lámpásotok. Meg lehet oldani ezt. De én ennek ellenére inkább normális módon akarom kivinni ezt. Most megmutattam a gyorsabb stratégiát. Ó, erre is lehetne egyébként jönni, nézzétek. De valamiért nem tudunk. Kipróbálhatjuk, hogy akár a tört rá tudjuk-e dobni a pókra. És igen! Na, valami mást. A kulcsot. Eldobjuk. Ugye ez nem elég neki. Nem, szerencsére. Mi más tudunk rádobni? Nyilvesszőt. Kanbi a legerősebb karakter a túlélő horror történelmében. Kinek így?
ki az a gyengusz, akinek így kell ahhoz, hogy a nyilvesszőket használja. Csak dobjad el. Konkrétan sajnálom ezeket az ördögi teremtményeket már, hogy Kanbival az íjat i... Na várjunk csak. Jaj, mi más? Öngyújtó, azt én nem akarom eldobni, de a késeket dobálhatjuk. Érzitek a feszültséget. Dobjuk el a kardot is. Mi az, csak magad elé dobod? Kanbi. Kifáradtál? Na azért. Fölvesszük, és tudjátok mit? Lehet, megpróbálom lekardozni. Nyugodjál le, pók. Így, profi módszer. Jaj. Jó, a mini sárkányt azt már nem próbálom meg ezzel a módszerrel szedni ki. Bár eléggé közel repül itt, szóval mi van, hogyha kardozni tudunk? Gyere csak te! Áh, nem érek el odáig. Ó, hoppá. Most! Ejnye. Jól van, puskát használom. Hova lett a zene? A zene is megijedt. Kanbi erejétől. Áh. Hoppá, kicsit visszalökött a puska. Jó. Újra meglennénk. És ez a rész nem túl nehéz. És most, hogy ezt mondtam, valószínűleg le fogok esni rögtön. Már csak pár ugrás. Jó, nem akarok menteni az ugrálások közben. Az olyan lecsalásnak számít, de most mentek egyet. Ugyanis az előbb, ami történt, nem akarom, hogy megismétlődjön. Oké, egyenesen előre. Falak közelébe sem megyek. Oké. Na, így kellett volna ennek történnie a múltkor is. Jó, milyen szép kameraállások. Olyan, minthogyha... Hoppa, vissza egy kicsit. Olyan, minthogyha ez egy ilyen mosolygó, ördögi arc lenne. Két szemmel és egy vigyorgó szájjal. És most a száján vagyok itt ezen az íven. Legalábbis most így erre emlékeztet. Tudom, valószínűleg nem direkt ilyen. Egy újabb arachnoid szörnyület a föld legmélyebb bugyraiból. Hogy fogjuk tudni vajon legyőzni őt? Kanbi, gyere! Ó, éppen hogy csak kitértem előle. Jó ég. Ilyen rémisztően közeledik felénk. Megállíthatatlanul. Platty. Jaj, legjobb stratégia. Komolyan ez az Alone in the Dark, annyira alul van értékelve, szerintem egy iszonyat poén játék mai napig. Ó, itt valami más fog történni. Oké. Okay. Itt vagyok annál a mólónál. Amit már elértem a másik útvonalból. Csak itt... Jaj. Nem akarom, hogy a minisori eltaláljon. Csak most nincsenek elázva a lőszereim. Illetve egyéb dolgok. Jó, úgy tűnik most egy kicsit föntebb repült, szóval nem talált el. Fel tudok ugrani? Igen. Figyelni kell ezeket a koponyákat. Nem a puskát akarom használni, nem a revolvert. Micsoda mesterlövész. Hát most mondjátok meg.
Igen, itt is a kard mutatja, hogy hol kell leesnünk, mert akkor... Ja igen, látom már, hogy hogy fogunk kerülni. Itt esünk le, ugye? Igen. Perspektíva kicsit rossz tud lenni néha, azt bevallom. És... várjunk csak arra. Megpróbált minket lecsapni már megint ez a béka. Fene az úszóhártyáit. Szép lassan. Az a baj, hogy ilyenkor Kanbi már olyan messze van a kamerától, hogy alig látni, hogy mennyire fordul jobbra vagy balra, de... talán menni fog. Oké. Már csak néhány lépés. És elérkezek egy szép nagy ládáig. És ebben a szép nagy ládában vajon mi zárva van? Ó, itt van, egy kulcs. Na ezzel már kinyílik. Találtunk egy drága követ. Ilyen kb. Négyszög alakú oldalról nézve. És egy könyvet. Egy könyvet, ami remélem, hogy nem fogyasztja ki a játékot, szóval most. Megpróbálom nagyon óvatosan elolvasni. Memoirs of a Lost Soul. Ez vajon egy Doom utalás? The mask must fall. You who discover this manuscript understand this. I am here at your side. I am waiting in the darkness of my crypt. Soon you will belong to me. One of my slaves wrote this document. I have lived for 3 centuries, and my name is Ezekiel Prakst, or Elijah Pickford. You may choose which to call me. Oké, szóval a történet lényegére úgy is rájöhettek, hogyha nem olvassátok el az összes könyvet, csak ezt, de nyilván teljesebb képet kaptok, hogyha nem csak ezt az egy dokumentumot olvassátok el. Igen, Pickford az nem más, mint Prakst. És most hozzánk beszél? Hozzánk szegezte ezt a levelet? I do not hide out of fear. My power is immense. I have sailed the 7 seas. My ship, the Astarte, spread terror through all the continents. The Corsairs judged me like the Welsh judges of 1620. But they could not destroy me, and neither could the pirates. Now, I am immobilized. Damned Yankees! Ó, jó med, bra. Természetesen, hát a jenkik azok még az interdimenzionális, kozmikus erők által megáldott vagy megátkozott ilyen halhatatlan kalózokat is meg tudják ölni. Vagy ha nem is megölték, akkor... hát... dematerializálták? Vagy nem tudom. Mert most végülis... nincs itt jelen Prakst egyelőre. Witchcraft, voodoo, and the Cthulhu cult. I know them all. I have reigned and implored the stones. Only the Cotonian haunts the cavern and resists me, but he dare not attack. I have need of a living body to regenerate myself. The Heartwoods managed to escape from me, but you who are reading these words, you will yield to my embrace. Oh, milyen romantikus. És hát Heartwoodéknak sikerült elmenekülniük előle. Hát mondjuk azt, hogy elmenekülni, igen, végülis. És ez a Cthoniai. Lehet, hogy inkább csak úgy kellett volna fordítani, hogy Cthoni. Bár így jobban hangzik minden esetre.
De a köthon az nem más, mint az alvilág. Szóval végül is az a nevének a jelentése, hogy a föld alatti. Hát itt más fontos nincs. Ez a któniai egyébként valószínűleg az az óriás kukac. I hear your ragged breath. And smell the stench of your fear. I have vanquished death. I built DeSeto. I know what it is to wait. Cthulhu helps me. My servants will lay you upon the sacrificial stone. My roar will rend the night. You will be mine, and I shall reign once more. Come to me. Ohoho, nem kell aggódnod, Perec kapitány. Semmi esetre sem akarnálak téged megvárakoztatni. Azonnal ott is leszek. És ez egy kalóz hajó naplója. Memoirs of a Lost Soul, eredetileg az volt a címe, egy elveszett lélek. És hát úgy tűnik, hogy a nagy kalóz kapitányból egy elveszett lélek lett itt. És hát valószínűleg itt horgonyozhattak a hajói. Vagy legalábbis az Astarté ebben a mólóban. De hogy most mi lett belőle? Az a lényeg, hogy testre van szüksége, és most minket szemelt ki magának. És... Akkor Jeremy Hartwood tényleg megérezte, hogy a sötét ember, ahogy hivatkozott rá, igazából nem őt akarja megölni, csak szüksége van a testére. És ezért akasztotta fel magát végül, ugye? De... nem lesz probléma. Még akkor se lesz probléma, hogyha egy szikla itt előttünk van. Mert biztos lehet vele valamit kezdeni. Nem mondasz rá semmit? Jó, igaz, mondani nem kell semmit. Csak toljuk el ezt a pár száz kilós sziklát. Mi sem jelenthet kevesebb problémát Edward Gigachet Cornbynak. Ő a legerősebb ember valaha. Ó, milyen hangulatosak egyébként ezek az alagutak. Hopsz! Leestem. Balra. Ezt a bejáratot is valami szikla fedi el. Nézzük, hogy el tudjuk-e tolni. Hát sajnos nem. Egyébként... de ez a hajónapló is bejön. Hajónapló... nem mondanám ennek, mert... most már igazából testetlen Pregst, és... és nem is egy hajónapló, ez konkrétan nekünk címezte. Ami elég furcsa. De a szinkron színész szerintem nagyon jól adja a szerepet. És a magyarítás sem crashelte be a játékot, ami kifejezetten kellemes meglepetés. Az élet apró örömei. Ó, és egyedül vagyok a sötétben, jaj ne. Hát akkor elő kell venni az olajlámpást. Van még 61 egységnyi olaj. Az talán elég lesz. Nincsen már túl sötét a szobában. Jó. Nem sokat látunk. Viszont annyit látok, hogy ez egy óriási labirintus akar lenni. És a... hova? Nem erre kéne jönnöm? Úgy tűnik, hogy nem. Be se tölti a játék, hogy ott mi akar lenni, vagy nem tudom, mi történik. És egyébként szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy az egész egyedül a sötétben, ez csupán a második alkalom, amikor egyedül vagyunk a sötétben. Ugye milyen elgondolkodtató?
Igazából van... Van időnk gondolkodni, mert... Eléggé nagy ez a labirintus. És jaj, az... Az csak a visszaút, azt hittem egy másik... útvonalat látok. De mégsem. Csak nem fogok kifogyni, ugye? Nézzük csak meg. 53... Ú, hát bőven van még olaj. Rendben, mert nem kéne azért kifogyni. Az egy zsákutca, eddig meglepően kevés zsákutcába futottam. Ó, itt van. Itt van, kutassunk. Itt van valamilyen mechanizmus. Igen, az egy eléggé érdekes sziklának tűnt. Szóval újra használjuk a lámpást és az égkövet, vagy drága követ. Látjátok, az alakja olyasmi. Hoppá! Nem eldobnom kellett volna. Remélem nem vesztettem el. Ugye nem vesztettem el. Ugye nem dobtam át a drága követ az ajtó másik oldalára. De igen. Nincs nálam. És a padlón sincs. Prex, nem tudnád átdobni nekem vissza ide azt a drága követ? Nem tudok így. Nem tudok így hozzád menni. Ennyi. Hát itt be kell töltenem újra egy mentést, szóval. Jó van. Végül is nem voltam messze, és most már tudni fogom az útvonalat is. És még jobb, hogy itt a zene is most velem van. Bátorít egy kicsit. Ezek amúgy boros hordók lennének? Boros hordók? Miről beszélek? Hát rumos hordók. Halózokról van szó. Gondoljak már bele jobban a dolgokba. Egyenesen előre, amennyire egyenesen csak tudunk. És itt vagyunk. Tudjátok, mit mentek egyet? Na ne. Na ne! Gyerünk, Kanbi! Jót tesz neked a sziklatologatás. Igazából jó is, hogy újra kezdtük ezt, nem? Azért egy ismétlésnyi sziklatologatás csak nem elég. Na itt már csak fel kell használnunk ezt a drága követ. Amúgy, hogyha megmutatjátok ezt az ajtót a lámpás letétele után, akkor Kanbi ugyanúgy, mint a kardos címernél itt is azt fogja mondani, hogy van itt valamiféle mechanizmus, amit talán működésbe tudok hozni. Szóval ez egy célzás azoknak, akik nehezebben jönnének rá a dologra, hogy itt kell próbálkozniuk. De a mélyedés alapján rá lehet jönni elég könnyen, hogy ide kell az égkő. Szóval szezám tárulj. Nagyon szuper. És egy olyan látvány fogad minket, ami eléggé ismerős lehet. És főleg azoknak lehet elég ismerős, akik figyeltek Jeremy festményeire. Mert az egyik könyvtár melletti folyosón felrakott festmény, az pontosan ezt a fát ábrázolja. Csak egy kicsit más szituációban, mint hogyha a tövénél tűz lett volna. Vajon mire akart ezzel utalni Jeremy? Hát nem tudom, nézzük meg közelebbről. De ez nem lesz olyan egyszerű, mert a lámpa kialszik. A lőszerek
Elásznak. És elemezzük a szituációt. Egy tavirucsucsú, egy ilyen nagy izmos halember elkezdett minket követni. Szóval, hogyha beesünk mellé, akkor az eléggé... kellemetlen lesz. És ezen felül még... tűzgolyókat dobál ránk egy fa. Felettébb... különös helyzet. De valami ott van előtte. Na! Ez is ismerős, ugye? Na ezért mutattam be újra a játék vége, a Game Over képernyőt. Ez az az oltár, ahova minket hoznak, ha valamit elrontanánk. És innen felszedhetünk egy kampót, ami... még nem tudom, hogy mire jó. Nálam van a kampód már. Prext kapitány. Nem is vagy már így igazi kalóz. Úgy tűnik, hogy ez még egyelőre nem bátortalan... nem bátortalanítja őt el. Szóval itt nézelődni kéne még egy kicsit. Ez az oltár, mintha valami szemet ábrázolna, és... érdekesség, hogyha eltalálják a tüzei a tabirucsukit, akkor kiszedik. Viszont nem sokáig marad a víz alatt. De most így rögtön el is találta. Jaj, de rossz. Na nézzük meg újra közelebbről ezt az oltárt. Ott vannak amúgy a lábai és a kezei, ezt eddig nem is vettem észre. Na szóval, talán használni kéne az öngyújtót. Rendben, világít a lámpa. Oké. Okay. Világít a lámpa, ami azt jelenti, hogy eldobhatjuk, de nem, mert gondolkodjunk. Csak nem elég ennyi. A talizmán, ami megvéd minket a földön túli gonosztól. Lehet, hogy ezt is kombinálni kell vele. Uram! Úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedekben eléggé fásult ember lett magából. Hogyha fogalmazhatok így. És most, hogy leraktuk a talizmánt, valószínűleg már le is dobhatjuk az olajlámpást. Ajaj. Nem lesz ez így jó. Talán, hogyha a késsel hátrálok. Jó. Fuh. Ez az egyetlen módja szerintem annak, hogy jól kikerüljétek a tavirucsucsuk támadásait, mert nagyon gyorsan támadnak és célozni sincs időtök. Egyszer eltalálnak, akkor már vége, hogyha nincs nálatok kés szerintem. Na de, akkor újra. Olajlámpás, eldob. Úgy. Mi azt, hogy ezt a... persze, hogy felveszem, de... ennek égetnie kéne már a fát. Újra szedjük elő a kést. És hátráljunk. Így. Mész innen. Rossz, rucsucsú. Rossz. Jó. Kicsit arrébb csalom. Vagy jól van, merülj el szégyenedben. Nekem ez is megfelel. Na, szóval... ott már jönne. Balról. De szerintem most már... csak meg lesz ez. Hogyha felrakjuk amúgy oda a talizmánt, akkor... nem lő tovább tüzeket. Prext. A faember. Na de itt van, olajlámpás, eldob. Hogy mi? Kedves játék, én azt eldobtam. Lehet, hogy így teljesen ide kell jönni. Olajlámpás használ. Ja, el van oltva a lámpa. Öngyújtó, rendben. Aztán használ. Na most már biztos jó lesz.
Szerintem melegítsük fel Prext hideg szívét. Így. Tűnés innen. És azért tűnés innen, mert igaz, hogy a fa elpusztult, de elpusztult mellé a tavirutyutyú is, és úgy tűnik, hogy a ház is szépen pusztul. Zuhannak itt ránk már a kövek. Őszintén már nem tudom, hogy sebezhetnek-e. De itt valamilyen mechanizmus van. Kizárásos alapon a kalóz kampót kell használni itt. Az ilyen szökő útvonalak kinyitásához. És azt hiszem erre kéne jönni. Aha. Itt is van egy hasonló szikla. Ezt is a kampó nyitja. És arra mentem. Szerintem fussunk a házból. Itt akár már bele is ugorhatok a vízbe. És levágom ezt az egész útvonalat. Most már úgyse számítana az se, hogyha az olajlámpa elázna, vagy a lőszerek. Mert most már csak el kell futni innen. És sajnos a zene abba maradt. Pedig eléggé idegtépő, szökéses jelenetet csinálhattak volna ebből. De aztán megszólal az alapzene. Lehetséges, hogyha ott a legbelső kamrában Prext mellett maradtok, akkor az rátok omlik, vagy valami. Vagy a sziklák sebeznek, de jobb lett volna, hogyha azután is valami időlimitet ad a játék, mint a legtöbb Resident Evil. Kicsit izgalmasabb lett volna ez a szökős rész. Hogyha még most is remegne az egész ház, meg hasonlók. Na de itt az ismerős útvonalon már vissza tudunk jutni a földszintre. Már szerencsére a kötónia is eltűnt. És abban reménykedünk, hogy talán a főbejárat mögött rejtőző interdimenzionális rutyutyut is eltüntette most ez, hogy Prextet száműztük. Na mi van itt? Egy viszonylag normálisan kinéző kert. Szuper. Hát akkor menjünk. Juhú! És Kánvi abszolút önbizalommal igazi csetként elgyalogol. Nagyon vicces egyébként, ahogy így ilyen örömugrást művel. És milyen érdekes, hogy megérkezik értünk egy autó, mikor egész estét a kúriában töltöttük. De jaj, ne, egy csonti a sofőr! Jaj. Mert ez egy olyan, úgymond rossz csavar befejezés, ami nem hiszem, hogy bárkit megijesztett volna akár 92-ben. Mert nem tudom, szerintem inkább vicces. Pedig amúgy vannak a játéknak olyan pillanatai, ahol tényleg el tudja érni, hogy a játékos feszültséget érezzen, vagy akár megijedjen. Olyan jó ez a zene amúgy, kellemes. Madárcsipogás fogadott minket, természet hangjai, stb. Engem még csak az se zavar, hogy egy csonti sofőr vitt minket el. Nem kell félteni Kánvit, ő az abszolút csed. Na de, összegezzünk. Szóval 92-höz képest szerintem teljesen jók ezek a 3D-s modellek és a háttér is elég részletes, nekem bejön ez a pixel grafika. De a legfontosabb, hogy a hangulat a helyén van.
Részben a zenei aláfestés és a hangeffektek, részben a játékmenet miatt. A játékmenet miatt ugye azért, mert ez az első igazi túlélő horror. Amit például érezni a tárgykezelésen. Szóval ezt a limitált inventory-t átvette a Resident Evil is. De szerintem az Alone in the Dark csinálta ezt a legjobban. Mert a Resident Evil olyan ládákat használt, amikben akármennyi dolgot tarthatott a játékos, és ezek a ládák szét voltak szórva. És hogyha az egyik ládába beleraktatok valamit, akkor a másik ládából is ki tudtátok azt később szedni. Ez kicsit mindig is hülyeségnek tartottam, azt nem olyan hülyeségnek, ami elrontaná teljesen a játékot. De szerintem ez az Alone in the Dark jobban megoldotta, mert sokkal inkább megbízik a játékosban. Azt mondja, hogy oké, limitált a tárgyak száma, ami nálad lehet, de rád bízzuk, hogy hol akarod azokat ledobni, és hogy mikor akarsz visszajönni értük. És ez működik is, mert egy eléggé kis helyet kell úgymond bejárni, és a Der Seto ház szerkezet az eléggé összeköttetett. Szóval az egyik feléből a másik felébe átfutni max. Ilyen 2-3 perc lehet. Szóval a tárgykezelés az szerintem egy nagy pozitívum. Az is jó, hogy nem használ a játék olyan sok szörnyet. Zombiból is max van ilyen 5. És itt az utolsó részben láthattátok, hogy két pók is előjött. És mindkét fajta pók csak egyszer szerepel az egész játékban. Szóval még egy pozitívum. Az ellenfelek eléggé sokfélék. Na, valami negatívumot is mondjak. A kameraállások lehetnének jobbak. Többször megtörtént, hogy a karakterünk eltűnhet, és nem látjuk, hogy most hirtelen hol is vagyunk. Aztán igen, most itt egyszer a végén megtörtént az is, hogy valahogy a falba ragadtam, ami sose pozitívum. És az irányítás, az bevallom, igen, kicsit gagyi. Nekem nem voltak vele sose problémáim, de valóban nem a legjobb az irányítás. És megeshet például, hogy amikor fölérünk például egy lépcső tetejére, és csak tovább próbálnánk gyalogolni, akkor kármi valamiért visszafordul. És végig kell nézni újra, hogy a lépcsőt megmássza. És igen, még a legkisebb pókok, meg a zombik is úgy meg tudnak sorozni titeket, hogy megmoccanni sem tudtok. A lényeg, hogy sok módon el lehet rontani a játékot, ami megint egy jó dolog szerintem. Hogy nem csak a szörnyek miatt kell aggódni, hanem amiatt, hogy bezuhan alattunk a padló, vagy hasonló. A történet, az szerintem rendben van, mármint a háttértörténet van rendben. Az a baj, hogy akár Candyval, akár Emilyvel játszunk, nekik nincs túl sok személyiségük. Igaz, hogy eléggé jó karakterek a bevezetőik alapján, viszont a játék során nem érzékelni, hogy bármit is tennének a sztorihoz, vagy a hangulathoz. Tényleg csak annyi, hogy azt mondják, hogy jaj ne, sötét van, meg ilyesmik. Nem kommentálnak túl sokat azokról a dolgokról, amik történnek körülöttük. Nem úgy, mint egyes későbbi túlélő horrorok, mint a Silent Hill 3, ahol a főszereplők személyisége szinte az egész játékot átutatja. Na de én azt mondom, hogy egy egész műfaj indítójaként jobban alig ha indulhatott volna ez az Alone in the Dark sorozat. És arra is kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Szerintetek továbbra is jó játék? Jó játék volt, de ma már nem poén. Írjátok meg, és én ennyi lettem volna mára. Következő végigjátszásig, sziasztok!